Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Polgármester úr! A Hévézi Csokonai Társaság több évtizedes múltra tekint vissza. Hévízi irodalmi napokra invitálta az érdeklődőket a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság. A rendezvényt Tar Ferenc elnök és Pap Gábor polgármester nyitották meg. A polgármester kiemelte: fontos, hogy a társaság a múltbéli sorsok bemutatása mellett a jelennek is figyelmet szentel. A társaság közel 4 évtizede működik, küldetésük a mai napig változatlan. Téves az, hogy a csokonai hagyatékot őrzi a társaság, illetve akarja tovább vinni, fejleszteni. Csokonai ez csak egy hívó név ez esetünkben. Ez a társaság, ez olyan embereknek a közösség, akik szeretik az irodalmat, szeretik a művészetet, a szobrokat, a festményeket, a tavat, Hévízt, az őszt, és mindenféle cél nélkül, de nagy-nagy érdeklődéssel találkoznak össze. A társaság ezúttal a barátságot választotta témájául. Katona Csaba történész szerint a barátság olyan fogalom, amely a mindennapokban és az irodalomban is meghatározó szerepet tölt be. Pontosan lehet tudni, hogy legendás íróbarátságok születtek, gondoljunk itt Petőfire és Arany Jánosra, gondoljunk itt mondjuk Schillerre és Goethére, tehát olyan közismert barátságokról beszélhetünk, amik meghatározók voltak egy-egy alkotási folyamatban is, de legalább ilyen érdekes megnézni, amikor egy ismert írónak olyan barátja van, akit jószerűen nem ismerünk, a civil életből jött, és mégis megtermékenyítőleg hatott ez a kapcsolat a munkásságára. A társaság terveiben szerepel, hogy a jövőben kiadványok megjelentetésével is ápolják és gazdagítják az irodalmat, valamint a kultúrát. A 3 napos rendezvényen ismét meghirdették a költőversenyt. A győztest Lilla díjjal jutalmazzák az irodalmi napok végén.